az előző rész tartalmából. Én azért jöttem, hogy én legyek a következő Mrs. Körömlak. Ez itt a bugyim. Manipulátor ne, vagy? Ne. Igen, neked milyen iskolád van, édesem? Get over! Get over! Get over! Get over! Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrari! Jákob Zoli elviszi a nagy ő versenyzőit a Balcsira, a sarkvidéki hajókázni, ahol az egyik lánynak kiváló ötlete támad. Hogy el szeretném énekelni neked a Titanicot. Na gyere, hallgassuk meg Titanicot még egyszer, pocukó. Titanicból soha nem elég. Every night in my dreams, I see you, I feel you. A varjú már fel is kötötte magát ettől. Na, ezzel most biztos jól el fogja csavarni az Oli fejét. Az iskolázott Edina nevű hölgyeménynek erről a számról eszébe jut az alapcelebünk. Tudjátok, hogy nem a zenéről műt eszembe erről? Na, Varga Irén. Jól be is vágják a műsorba Irénkét. És kétlem, hogy kértek volna írásos engedélyt az Irénkétől, hogy felhasználják a copyrightos zenéjét. Ennye benye. Lelem utánoztok! Ez hogy jön? Meg mi volt? Milyen kedves volt a Mettától, hogy kölcsön adta erre a jelenetre a zsír új hajóját. Ez kell nekem. Ez menő. Másnap a lányok azt a feladatot kapják, hogy fürödjenek meg a Zoli géllakjában. Edina a géllakos medencébe van. Azt a mindenit! Azt a mindenit! Ez az Edina, hát olyan tehetségesen dagonyázott a Zoli géllakjában, hogy másnap egy zárt pályás autókázást nyer vele. De előtte őszintén összebújciznak. Na, ez volt a kérdésem, mindegomba. Zoli szemeibe belenézve olyan embert látok, akit egész nap csak ölelni tudnék. Egész nap csak ölelgetném a Zolikát, a karomba zárnám, és kipréselném belőle az utolsó pillért is. Elviszlek egy körre. Csak egy, de? Zolit bezzeg nem kérdezi ki az iskoláiról. Igen, neked milyen iskolád van, édesem? Tudod, hogy kell kinyitni az ajtót? Ja. Húzd meg. Jó. Oké. Azt a, nem is gondoltam volna, hogy úgy kell kinyitni a Ferrarit, ahogy az összes többi autót. Húzd meg. Jó. Oh my god. Ilyen műsorokban parádézik a Zoli, azt ki van a műkörömboltban? Ki adja el a szép lányoknak a műkörmöket? Zolinak eszébe jut, hogy két Ferrari-ja is van, igaz a másik nem tűzpiros, de gurul az is, úgyhogy versenyezni kell. Nekem két Ferrari-m van. Harc! Legyen harc! Szoros volt a verseny az Elite 1 és a Jakob 1 között, de végül az igazi nyertesek, mi nézők lettünk. Köszönöm ezt a randit. És levezetésnek kell még egy kis bujci. Köszönöm. Az irigy többiek bosszúból a Roxfordban elkezdenek árulkodni az Edináról, hogy leirénkészte az énekes lányt. Tudod, mit mondott rólad? Ki? Kicsoda? Az Edina. A Varga Irénkéhez hasonlított. Mármint az éneklős? Megaláztál. Hát én csak visznek szántam, de ha te megalázásnak szóval... Te mondtad az Adélnak, hogy lemelsz engem degradálni. Te engem ne degradáljál le! És mentél! Gyertek lányok gyorsan be a konyhából! Balhé van! Tegyétek le a fakanalat, mert most degradálják le az Erikát! Hogy milyen az Varga Irének az előadás módja? De tudod, hogy? Tisztában vagy vele? Irénkének ekkora hatása van még a mai napig az emberekre. Nem mindenki mondhatja el, hogy elénekli egyszer a Titanicot, és 3 évvel később is őt emlegetik főműsoridőben. Megvédem magam, mert nagyon-nagyon megaláztál. Hagyd vigyem meg, én nagyon is magam a életben most már! Jön a virág, azt jó rendet tesz. Figyeljetek, ha így folytatjátok, megmondalak titeket a Zolinak. Én leszek a Spitz Lee. Én meg a Bruce Lee. Holnap megrendezésre kerül a Miss Nagyő Szépségverseny. A műsorban megtartják az első Miss Nagyő Szépségversenyt a lányok között, és meghívják a szépség nagy tudóját, Dr. Zimány Lindát, hogy tanítsa meg a lányokat járni. Figyelj! Csodálatos volt! Nem esett el 5 másodpercig a sima talajon. Egy ős tehetség ez a lány. Ez az. Több se kell a Natikának, és jól szétrósztolja a többi lányt. Lapos.
tepsi fejű. Hát hogy van út? Mint hogyha egy tehén menne a piros szőnyegen. Hú, de gonosz, az a lány. A Mónika! Hát a Mónikát semmiképp nem tenném bele azzal a papagáj fejével, szerintem egy állatkertben lenne a helyen. Aztán elmondja, hogy ő kívül is, belül is világszépe. És úgy érzem, hogy nekem a kívülről is belül is szép vagyok, mint hogyha meg lennék csinálva. Majd meglátjuk, hogy ki kerül a randin ilyen közel hozzá. Hát így közön a jobbik, na. Így van. Én meg a Zolikát ilyen közelről fogom szaglászni. Most a csajok megmutathatják, hogy miben igazán tehetségesek. Táncolj, forró véled, üzzön téged, úgy éges lángolj rám. Jój, de tehetségesek ezek a lányok. Hát, hogy tornázik ez a hölgyemény? Ezt figyeljétek! Na, ehhez mit szóltok, gyerekek? Bár nem tudom, rajta kívül szerintem még több millió ember edz a hétköznapokban. Kondi, 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 Kondi. Csenge lesz a Magic Mike helyett a Magic Csenge, és kilapítja a poratkákat az ágyékával. Hát én olyan szinten benedvesedtem, hogy szerintem megyek is bugyit cserélni. Most, hogy ennyire felizgattak minket, jön a haba tortán a virág termékenységi tánca. Elkezdtem táncolni a kis termékenységi táncomat, ránéztem Zolira, és arra gondoltam, hogy legszívesebben tigris bukfencer rávetném magam. Take up my fear! Engem már is megtermékenyített a virág. Sokadik gyerekem van már készülőben amúgy. A babám neve nem más lesz, mint... Doppergés. Szalaxi S9 Plus. Az ő neve az anyukája után... Virág Galaxy S23 Ultra lesz. Ha érdekel a terhes videóm a nagymamámmal, fizess elő a csatorna tagságomra, és már nézheted is. Tök jó! Gyönyörű! Az Oli mellé behívják még Babettéket, hogy nekik is végig kelljen szenvedniük ezt az egészet. Néztem, mondom, mikbe van ez a nő? Hát mit csinál? Na Babette, ehhez szóljál hozzá! Nem, anyukám, most már maradni kell végig, hogyha ezt bevállaltad. Különben meg nem sokkal rosszabb, mint a Starban Star. Mesélj nekem egy kicsit arról, hogy ez miért volt termékenységi tánc. Jogos a kérdés. Hány gyereket nem. szeretnél? Neked van már 3, én 2-3-at szeretnék még. Következőnek bejöhetne az Edina, és mutassa be az iskolai végzettségeit. Neked milyen iskolád van, édesem? Álljon meg a menet. Vajon ki lesz a nagy ő szépségversenyének győztese? A papagájfejű Mónika, vagy a tepsifejű Vivi? Az első Miss nagy ő szépségverseny győztese Betty! A versenyt a titanikozós lány nyeri, és ő megyen az Olival repkedni Franciába. I feel you. A nyertes már nem csak autókázhat Zolival, hanem elrepülhet a magángépén egyenesen a lángoló szerelem és a lángoló kukák fővárosába, Párizsba. A repülőjegyet. Aztán. Bettina részesült abban a hatalmas megtiszteltetésben, hogy ő lett a Miss Nagyő, azaz a Miss Gaylock. Még most sem tudom, hogy mit mondjak, vagy ki vagyok, vagy milyen nemi vagyok. Ezúton is gratulálok neki, szerintem ez lesz pályája fénypontja. Azért biztos, hogy kell neki még egy pár nap, mire felfogja, hogy mi történt vele. Magyar lány hasonlót sem érteledik igen, soha. Igen, tudom. Persze azért a szurkálódó Natinak is van hozzáfűzni valója ehhez az egészhez. Azt a fejet legszívesebben leöntöttem volna egy pohár tejföllel. Jó lett volna, így ehol elkentem volna rajta. Sour cream's not sour. Subscribe.